Egy valamire való kajakkenu klubnak kell, hogy legyen otthona, mi több bázisa. Barina József már a 70-es évek közepén kinézte magának a selyemgyár mögötti területet, ami egyébként az 50-es, 60-as években az úszás és a vízilabdázás fellegvára volt. Itt születtem a Dunamalom utcában, hát itt nőttem föl, és hát elfoglaltuk vadnyugati módon, mindenféle engedély nélkül ezt a vízitelepet, a régi fürdőházat, de hát nem maradt szinte semmi, romos ilyen öltözők, de tetej nem volt, düledező kerítés, és egy hajótáról volt, ilyen döngölt föld volt az alja, na az lett a mi öltözőnk. A nagy lökést az jelentette, hogy 1985-ben Nagyvel Tibor az első ifjúsági világbajnokságon Rómában, 504-esben második lett, ezüstérmes, akkor mindenki fölkapta a fejét, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen kis helyre oda eljutni, és mindjárt világban neki második. Bíber László volt az akkori elnök a Tolnai Gém szövetkezetben, egy híres szövetkezet volt, ő lejött és körbenézett, honnan jött ez a gyerek, és kereste a tusolót, hát persze az nem volt, és a kő segített, leküdt a könyvesbrigádot, és akkor épült a mai kis fitness termünk, ilyen kis tornaterem. Tehát ebből látszott, hogy megindultunk fölfelé. Bizony így történt, mégpedig meglehetősen látványosan. Nagyváradi után a kezdőktől a felnőttekig a szűkebb hazai élvonalba adott szinte folyamatosan versenyzőket a Tolnai Klub, akik nemzetközi szinten is jeleskedtek az elkövetkezendő évtizedekben. Az első felnőtt világbajnokaink, Szakály Viktor és Jámbor Attila, ők Dél-Afrikában nyertek 1998-ban maraton távon, nagy fölénnyel, 30 kilométeren. Ők itt a Salga István, győri kajakos, Jámbor Attila a mi sportolónk, ő harmadik világbajnoki címét nyerte, spanyolországi világbajnokságon volt. A Tolnai kajakkenu ese nem csak néhány kirakat versenyzővel rendelkezik, hanem korosztályos bajnokok, országos helyezettek egész sorával is jöttek Fadról, Bogyiszlóról, az egész kistérségből a kajakozni vágyó gyerekek, akiket a létesítmény bővülésével egyre méltóbb körülmények között tudott fogadni a testnevelő tanári állást is betöltő Barina házas pár. Egy későbbi, újabb világbajnokuk, Boros Adrián a 2000-es évek elején Vácot hagyta ott Tolna miatt. 97-ben már Olaszország utaztunk Európa bajnokságra, nagyon jól mentek, az első háromba voltak, csak nem volt jó a pumpánk, vagy már nem is emlékszem, és többször elsüllyedtek, úgyhogy föl is adták a versenyt, de hát én láttam, hogy ezek bírják nagyon, tehát ezek jók lesznek, csak ugye az érem lett volna a nyakba, akkor más is tudta volna. Így következőben mindenkinek óriási meglepetés volt, hogy ezek utca-ossza nyerik a világbajnokságot Dél-Afrikában. Akkor még hát nagyon fiatalok is voltak, 21-22 évesek, vékonyak is, de nagyon állóképesek voltak. Ami hozzá segített az óriási munka, tehát februárban vesztek a Dunán hóesésbe. Sporták szeretet, megszállottság, szakmai hozzáértés együtthatója tette sokáig az egyik legjobb kis klubbá a Tolnai KC-t országos viszonylatban a maratoni szakákban. A korábban megkapott rangos kitüntetésekben, például Barina József Sipos Márton díjában, ne feledjük, valahol az is benne van, nem is kicsit, hogy az elmúlt majd fél évszázadban tolnai és környékbeli gyerekek százakban mérhető sokasága szerzett tömegsport szintjén komoly jártasságot, vízibiztonságot a kajakozásban, kenuzásban, úgy általában az evezősportban. Hát ezért is kerülhetett be a tolnai örökbecsű értéktárba a helyi vízisport.